Zugló volt az előválasztás egyik legforróbb helyszíne, ahol a kétfarkú kutyapárt aktivistái is beszálltak a kampányba Hatházi Ákos mellett. Hogy értékeli az előválasztást az abból egyébként kimaradt párt, és milyen tervekkel vágnak neki az országgyűlési választási kampánynak, Kovács Gergellyel beszélgetünk. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökével, vagy társelnökével jó estét kívánok, mert ugye nem indultak az előválasztáson, valamilyen formában mégiscsak belekeveredtek, Hatházi Ákos mögébe álltak Zuglóban. Mit szólnak a végeredményhez? Igen, hát ugye mi nem tudtunk indulni az előválasztáson, mert alá kellett írni ezt a szerintem hülyeséget, hogy nem lehetnek offshore érdekeltségei a jelölteknek nálunk. És önök tele van. Nálunk ez alap, tehát mi nem indítunk olyan jelöltet, akinek nincsenek offshore érdekeltségei, úgyhogy kénytelenek voltunk kimaradni. Hát úgy látszik, hogy szerencse, hogy csak egy helyen támogattunk valakit, mert itt hát egyedüliként itt vissza is lépett, aki ellene indult, és hát nem lett volna jó, hogyha 30-40-50 helyen visszalépnek, és akkor tényleg csak egy jelölt marad mindenhol. Érdekes. Mi lesz a sok Tóth Csabás pólóval? Hát veszik, van sok Tóth Csaba, tehát egyéb Tóth Csabák is vannak, és ők lelkesen vásárolják továbbra is. Lehet, hogy Tóth Csabának is vásárolnak, csak nyilván esetleg az ő emberén keresztül, hogy szokta intézni a dolgokat. Érdekes kampány volt, kialakult ugye itt egy, hát minek nevezzem, társadalmi párbeszéd arról, hogy most akkor Tóth Csaba valójában ló-e. Ugye maga Hatházi Ákos is azt állította, hogy Tóth Csaba nem ló. Mi ezt vizsgáljuk. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy Tóth Csaba nem ló, mint hogy ló jelenleg itt. Na, majd kapnak pert is a nyakukba, tehát ez az már az önök baja, mert ugye erről volt szó egyébként. Majd jó. Egyébként, ha beálltak Hatházi Ákos mögé, elképzelhetőnek tartják-e, hogy a második fordulóban beállnak valaki mögé támogatóként? Én nem látok olyan miniszterelnök jelöltet, akit én tiszta szívvel tudnék támogatni. Különösen itt, hogy Tóth Csaba már nincs a versenyzők között, úgy általánosságban egyébként. Az lehet, hogy Tóth Csaba mögé még beállunk. Tehát neki szerintem, ha valamikor, akkor most szüksége van segítségre, akár az üzleti életben, amit ő mondott, hogy talán oda hát visszavonul, de lesznek még választások, tehát megkeresjük majd Tóth Csabát, és hát reméljük tudunk együtt dolgozni. A kutyapárt szerint mindegy, hogy melyik jelölt lesz, Orbán Viktor kihívója? Én tényleg nem tudok olyat megnevezni, aki szerintem egyet, tehát akire én jó szívvel szavaznék. Miniszterelnök jelöltje? Hát indulnak. Persze, a kutyám, legutóbb is a kutyám volt a miniszterelnök jelölt, egy labrador, aki megtalálja a pénzt, hogyha eldugod. Azt hiszem, ez elég fontos egy miniszterelnöknél, úgyhogy szerintem jó esélyei lehetnek. És ugye most megvizsgáltuk alaposabban a alkotmányozás kérdését, és arra jutottunk, hogy igazából ilyen 5%-os eredménye már meg lehet változtatni az alkotmányt. Úgyhogy amint bekerülünk a parlamentbe, megváltoztatjuk, szavazati jogot adunk a kutyáknak, és onnantól kezdve örökre milyen az ország. Ha viszont nem kerülnek be, akkor megint azt fogja mondani mindenki az ellenzéki oldalon, meg lehet, hogy a szavazóik is, hogy megint a Fidesznek segítettek. Persze, mi mindig a Fidesznek segítünk, tehát mi csináltuk azt, hogy a Jobbik mondjuk 8 éven át fél náci volt, mi kormányoztunk az MSZP helyett egyébként azokban az években, tehát minden olyan, amiért valaki esetleg nem akar az ellenzéke szavazni, ez nyilván mi vagyunk. Amúgy megjön hát a szokásos politikusi szöveget kell elmondanom, szavazom mindenki ránk, és akkor bőven meg lesz. Ő szavazott az ellenzéki előválasztáson? Nem mentem, mert én a 12. kerületben lakom, és én ott bevallom a kerületben végzett munkájuk alapján, és most a háziorvosi tevékenységtől tekintsünk el, politikai tevékenységet nézve én nem tudtam dönteni az alapján, amiket láttam. Nyilván... Adott egy páros interjút, vagy nem tudom, hogy egy vitáztak Fürjes Balázzsal, a Mandinere ma jelent meg. Azt olvastam, hogy felveti Fürjes Balázs ebben az interjúban, hogy az a szóbeszéd járja Budán, hogy a kutyapárt az ellenzék 5. hadoszlopa, és az utolsó pillanatban ön úgy is visszalép, most már tudjuk, ugye Hajnal Miklós javára ő nyerte azt a körzetet. Hát én az ellentétét hallottam, én azt a pletykát hallottam, hogy Hajnal Miklós tervez visszalépni. Azt hittem, hogy Fürjes Balázs. Hát még az is elképzelhető, hogy Fürjes Balázs. Fürjes Balázs a Hajnal Miklós javára lépne vissza, Hajnal Miklós pedig az én javamra, és akkor így lesz majd egy verseny. Mit mond arra Fürjes Balázsnak arra a mondatára, hogy tréfában a viccpárt verhetetlen, ez tényleg így van, a kormányzás viszont egy felelősségteljes dolog. Tehát lehet viccelődni, de hogyha komolyra fordul a dolog, és járványhelyzet van, válsághelyzet van, akkor válságot kell kezelni, és járványt kell kezelni. Én nem gondolom, hogy viccesebbek lennénk, mint mondjuk a kormány legtöbb kampánya. Ez a smális cucc, ugye ezt
egy csomó helyen cáfolnunk kellett, hogy a mi kampányunk. Tehát szerintem itt azért összeérnek ezek a dolgok. Egyébként volt egy érdekes mondat abban az interjúban, amire úgy felkaptam a fejem, mégpedig az, hogy az oltásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy nem csak az egészségügyben dolgozóknak lehetne kötelezővé tenni az oltást, hanem a pedagógusoknak is. Miért gondolják, hogy kötelezővé kellene tenni? Ugye nem kötelező Magyarországon, akkor miért választanak ki egy-egy szakmát? Ez nyilván csak rövid távon, tehát ugye mi hosszabb távon alapvetően megszüntetnénk a betegségeket, és akkor az egész oltás dolgot el lehet felejteni. Egyébként én valóban úgy látom, tehát szerintem az nem feltétlenül korrekt, hogy 1-2 millió ember miatt, akik viszonylag furcsa dolgokat hisznek, azok miatt mondjuk az egész ország rosszul járjon. Egyébként a kormánynak ebben nagyon sok munkája van szerintem, hogy olyan sok éven át álhírekkel etette a lakosság egy részét, hogy most már sokan bármit képesek elhinni, például azt is, hogy csip van az oltásban, meg ilyesmiket. Tehát én amikor azoknak az érveit hallom, akik nem akarják beoltatni magukat, azért az legtöbbször valami nagyon furcsa érv, és nem valami fajta racionális, vagy éppen orvosi. Szerintem mindenki jobban járna, túl lennénk ezen az egészen. No, visszatérve a választásra és az önkörzetére, ha csak az önkörzetét nézzük, akkor mikor van nagyobb esélye ön szerint Fürjes Balázsnak, hogyha Hajnal Miklós és Fürjes Balázs a kihívója, vagy ha Hajnal Miklós, Fürjes Balázs és Kovács Gergely a kihívója? Hát a visszalépésektől függ most, ahogy ez felmerült, hogyha Fürjes Balázs esetleg visszalép Hajnal Miklós javára, akkor Fürjes Balázsnak elég kicsi az esélye, ha nem lép vissza, akkor valamelyes nagyobb. Komoly választ esetleg? Nem tudom, én tényleg úgy látom, hogy akikre, tehát mondom, ott az ellenzéki induló, ott a kutyapártos induló, el tudják dönteni az emberek, hogy kire szavazzanak. És akkor hát biztos, hogy el tudják dönteni, ez természetesen. Én azt kérdeztem, hogy kinek van nagyobb esélye, vagy hogy mikor van nagyobb esélye Fürjes Balázsnak, ha két kihívója van, vagy egy kihívója van? Hát szerintem Fürjes Balázs esélyei azért leginkább azon múlnak, hogy mondjuk Hajnal Miklós milyen munkát végez, vagy végzett ebben a keretben, és nem azon, hogy vannak-e még egyéb indulók. Budapesten és szerintem, milyen munkát végzett szerintem mindenhol meg lehet venni Budapesten a Fideszt, köszönhetően annak, amit csinál Budapesten az elmúlt években, tehát szerintem, ha valaki lerak érdemi munkát, akkor lehet, én nem akarok senkiről, hogy rosszat mondani, inkább semmit. No, a második fordulóban szavaz? Én nem terveztem, de amúgy meg menjen mindenki, mert amúgy meg összességében tök jó, hogy van ez előválasztás, tehát én azért ez szerintem egy nagy cucc az ellenzék részéről, hogy így ebben a formában is ilyen nagy részvétel összehozták, úgyhogy én szerintem nem megyek, de mindenki más pedig menjen el. Hát mégsem vesznek részt rajta. Most meg azt mondja, hogy mekkora dolog, hogy ezt összehozták. Hát mondom így, hogy ez az offshore cucc belekerült az egészbe, illetve hát nagyon sok furcsa kallendítéses fotóink is vannak régről a jelölteinek, tehát sajnos mi ezek miatt nem. Jó, hát ez egyébként nem volt kizáró, hogyha most utólag nézzük. Igen, hát Kovács Gergely, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Most pedig jön a Voks, és újra kapcsolunk Emiliához. Szervusz, Emilia, de most ne eredményeket mondj, hanem azt, hogy mivel foglalkoztok most. Szia, Györgyi, újra és újra köszöntöm a nézőket. Persze, mi is az előválasztás témájával folytatjuk, de mondom, hogy mik a terveink, ugye még mindig ott van Kucik Jakab kollégánk a Villányi úton, tehát ha még friss eredményről be tudunk számolni, azt azonnal mondjuk. És abban reménykedünk, hogy még a dupla Voks, mert hogy egészen 11-ig most két Voksot láthatnak ma este megint a nézők, szóval, hogy 11-ig meg lesz a végleges eredmény a miniszterelnök jelölti sorrendről. Ha ez így történik, és az Országos Előválasztási Bizottság megkezdi a hivatalos tájékoztatóját, akkor azonnal kapcsolunk oda, úgyhogy aki itt marad, és megszámálják a szavazatokat, azoknak ígérhetjük, hogy az adás idejét élőben láthatják majd a hivatalos végeredményt, amivel kapcsolatban egyébként jelen pillanatban is tart a DK sajtótájékoztatója, ugye Molnár Csaba a vendéged volt, most ő tart a sajtótájékoztatót, de Dobrev Klára is beszélni fog. Ha addig elkezdjük az adást, akkor oda is fogunk kapcsolni, és egyébként persze mi is meg fogjuk beszélni, hogy mi okozhatta a jelenlegi, vélhetően azért nagyban nem változó miniszterelnök jelölti sorrendet, Dobrev Klára sikerét, és például Fekete Győr András talán nem túlzás azt mondani, hogy bukását, mert hogy a Momentum eredményére is rosszabb eredményt ért el a miniszterelnök jelölt. És persze kitekintünk arra, hogy már a Fidesz beizította a Gyurcsány 2.0 kampányt, és hogy milyen visszalépési alkuk jöhetnek. Úgyhogy mindezeket megbeszéljük majd a dupla Voksban ma este, és hogy kikkel. Itt lesz Závetsz Tibor, Dávid Ferenc, illetve Vona Gábor, nem sokára tehát kezdünk. Maradjanak Emiliával és vendégeivel. Emili, köszönjük önöknek, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet. Holnap este újra lesz egyenes beszéd, akkor is találkozunk. Viszontlátásra!